Az aradi vértanúk az a 13 magyar honvédtiszt, akiket az 1848-49-es forradalomi szabadságharc leverése után az abban játszott szerepük miatt Aradon kivégeztek. Szabó Szilárd, a Dombóvári Evangélikus Egyházközség lelkésze emlékező beszédet tartott a dombóváriaknak a Hősök szoborcsoportjánál. Október 6-a, immár 175 éve az emlékezés és a kegyelet napja a magyar nép számára. 175 éve annak, hogy a császári megtorló hatalom úgy gondolta, hogy igazságot szolgáltat. Az igazság szolgáltatás, hogyha a győztesek által írt történelemkönyvek lapjait lapozzuk, akkor sikeresnek mondható. Azonban úgy gondolom, hogy a legyőzöttek ereje az sokszor az áldozatvállalásban, a mártíromságban, egy igazügy felvállalásában és végigvitelében keresendő. Megrendítő mindig hallgatni és hallani a vértanúhalált halt aradi 13 hős utolsó gondolatait, utolsó mondatait. Láner György gondolatát emeltem ki a mai megemlékezésen, aki utolsó szavaival arról tett bizonyságot, hogy a Krisztus keresztje és a bitófa között bizony rokonság van. És valóban így van, hiszen azt tudjuk, hogy a harmadnapon, a feltámadás napján, húsvét hétfőjén Krisztus feltámad, legyőzve, győzedelmeskedik a halál felett. Hasonlóképpen az aradi 13 életével, mártír halálával bizonyosságát adja annak számunkra, hogy sokszor az erőtlenség, a legyőzetettség bizony győzedelmeskedik, hiszen amiért ők az életüket adták, amiért meghaltak, amiért vállalták a mártíromságot, az az ügy, a szabadság ügye végül is győzedelmeskedett. Már a haláluk napján, október 6-án legendává vált az aradi 13, hiszen jól tudjuk, hogy egy hatalmas tömeg érkezik aznap este Aradon a vesztőhelyre, énekelve, imádkozva, a hősökre emlékezve. Emlékezzünk rájuk kegyelettel, szívünkben hordozva a szabadság eszméjét. Hiszen azt jól tudjuk, hogy a szabadságot soha nem adták ingyen, mindig meg kellett, és ma is meg kell érte küzdeni. És végül, amiért az aradi 13 az életét adta, a szabadság eszméje, az győzedelmeskedett, hiszen ma egy szabad országban, szabad népként, szabad nemzetként élhetünk. A dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei előadásában zajlott az aradi vértanúkra a megemlékezés. A városban hagyomány, hogy a nemzeti ünnepeket és a nemzeti gyásznapokat az iskolák megemlékezése adja a város számára. Az idei évben az október 6-ai műsor volt az, amit iskolánk felvállalt és ahol szolgálatot vállalt. A gyerekek már hetek óta nagy örömmel és lelkesedéssel készültek. Három kollégám állította össze a műsort, Nyári Éva, Bódis Klári és Marton Csilla kolléganők, és az iskolánknak a 6., 7. és 8. évfolyamos tanulói készültek a műsorra. Voltak itt énekzene, általános iskolás gyerekek, énekzene tagozatosok, német nemzetiségi tagozatosok és matematika osztályból is gyerekek. Mindenki nagy lelkesedéssel és mindenki felvállalta azt, hogy ha kell énekel, ha kell prózát mond, ha kell, akkor a néptáncban vesz részt. Én nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy ilyen színvonalas műsort vittek színpadra, és még inkább büszke vagyok a tanítványainkra, hiszen azt gondolom, hogy egy méltó megemlékezést adtunk ma a városban. A gyerekek mindent megtanultak, amit kellett, és nem csak megtanulták, hanem át is érezték azt, hogy mit jelent ennek a gyásznapnak az üzenete. A városi ünnepség az Aradon kivégzett hősök szobrainál koszorúzással fejeződött be.